Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Dead Cells folytatása. Lássuk ezúttal mit kapunk. Egy jó fegyver, meg egy másik jó fegyver. Úgyhogy ebből még egy jó menet kinézhet. Mókás, hogy némelyiket egy pofonnal ütjük. Úgyhogy az... azt a zsákot föl kéne szedni. No, ez jó kérdés, mind a kettő kéne. De igazából azt hiszem most az íja a mi értékünk. 10 000. Nem tudom melyik mit ad, de nagyon drágák. Ezt meg tudom mondani. Valamiért van egy dupla sebzésem. Az általában nem egészséges. Hogyha van. Ha jól értem. Oké. Ennyit arról, hogy sértetlenül megússzuk. Nem is tudom merre vezetne, de a láda az érdekes. Jobb. Jobb. Fene tudja. Azt hiszem jobb. Azt hiszem jobb. Majd kiderül. Ugye jól jönne, hogyha lenne elég HP-m. Na itt mit kapunk? Egy kulcs. Oké. Meg egy... akármi. Oké. Oké. Akkor menjünk erre. Ha megkaptuk hozzá a kulcsot, meg a kijáratot. 2 perc alatt megvagyunk, úgyhogy az se rossz, és még egy tekercs is befért. Vagy talán 2 is, hát nem csak 1. Persze, ez nem azt jelenti, hogy olyan egészséges lesz a menet, mert fogalmam sincs, hogy milyen kihívásokkal küzdünk majd. Ez jó kérdés, mert a rapír az nagyon pofás. És mondjuk nem fog ártani, de nem olyan jó, mint a legtöbb bárs fegyver. Úgyhogy az inkább csak egy olyan ideiglenes segéd. Oké. Azt hiszem meg lesz. Oké. Akkor a 4. flaska megvan. Ami sosem rossz. Fene tudja, hogy ezek mire jók. Kezdjük meg. Ilyen szempontból mindegy. Hát alapul, alapvetően nem olyan rossz belefér az upgrade költség. Az íj az meg olyan marha erős, hogy még valószínűleg jó is. Még valószínűleg belefér ténylegesen. Na lássuk, arborétumunkban milyen szörnyűséges elképzeléseket kapunk. Aztán legrosszabb esetben nagyon kifogyunk az életből, mert a vadonatúj szörnyékékkel nem bírunk.
Oké. Oké, hát ez... Ez így mókás lesz. Maradjunk annyiba. Akkor se kell, ha nincs más. Akkor is rossznak tartom. Csak sikerül. Na, azért a kütyű az működik. Már csak az a kérdés, hogy itt mit kéne csinálnom. Ha van valami egyáltalán, amivel kell csinálni. Na mindegy, most elment pihenni. Kaptánk egy gagyirapírt, vagy el tudunk rakni 250 aranyra, hát... Az a baj, hogy sikerült megböknünk hátulról, azt, akit nem kellett volna hátulról megbökni. Ígyunk, mielőtt meghalok. Oké. És akkor kapunk egy szuper fegyvert. Hát ez egy fene kérdés. Azt hiszem jobb. De nem vagyok benne meggyőződve. Azt hiszem jobb. Hát csak azt kell kitalálni, hogy hogy jutunk ki. Oké, még egy ital. És akkor nem olyan vészes, plusz ha fölveszük az amulettet, akkor legalább a jutalom megvan belőle. Ott a kijárat, azt hiszem. Kijárat, hát ez túl gyors volt. Nem szedtünk össze elég tekercset, az biztos. Na, se baj. Túléltük. Legalább annyit összehoztunk, ha más nem is. Aha. Ezt nem tudom fejleszteni, ez meg maxon van. Jó, okoz vérzés, és a vérzés terjed. Az egy jó kombónak tűnik. Abból látok opciót. Annak látok értelmét. Nem sokat egyébként, mert nem egy nagy az a sebzés. Az a vérzés, amit csinál. Úgyhogy azzal nem fogjuk megnyerni semmilyen menetet. És nulla darab csapdánk van, úgyhogy ezzel még a... Hogy hívják? Az első
főnök legyűrése is komoly kétséges lesz. Bármilyen jó is az az íj. Attól tartok, annyira nem jó. Bár ugye ez először azt feltételez, hogy eljutunk hozzá. Mert most mindjárt meghalok. Mindjárt meghalok ettől. Nem is tudom, mi volt ez. Miniboss? Mert valami olyasminek tűnik. Leginkább. Ez legalább olyan lassan, de legyűrhető. Oké, és meghal. Meghal a terjedő vérzésbe. Jó, ha más nem egy tekercset kinyertünk ebből, de egyáltalán nem vagyok meggyőződve, hogy jó irányba haladok, vagy hogy haladok-e egyáltalán. Aha. Oké. Indokolatlanul legyűrtük. No, haladunk. Oké. Továbbra is az így menti meg a hátsómat. Jó, ott akkor nincs semmi. Ez a kiegészítő móka, hogy a... Abszolút semmi volt ott. Jó, és... Minimális gyógyulás Évehóba. Hát veled aztán nyilván ki lennék segítve. Yeah! Akkor ez se a jó irány. Akkor a rövid válasz, hogy ez se az én jó irányom. Ja, hogy itt volt a jó irány, de ott éppen a két-három szörnyikével küzdöttünk meg. Oké. A terjedő sebzés az igazából egyébként nem egy rossz buli.
mindennel együtt. Na meg a... Oké, és nincs itt a... Nincs több ital, nincs több gyógyulás, csak amennyit a harcból nyerünk, és az nagyon kevés. Főleg amikor egy-egy ilyenbe belefutunk. Na, itt merre? Oké, továbbra is az így menti a hátsónkat. Oké. Meghalnál? Mert ha nem, akkor bajba vagyok. Így jártam. Hát akkor ez se lett egy hosszú menet. Hát az arborétummal megküzdöttünk, és elbuktunk. Hát egyáltalán nem egyszerű. Na persze, ha kaptam volna mondjuk egy csapdát, akkor egy picit talán előrébb álltunk volna. Már ennyi, innen folytatjuk.